Számos veszélyt rejthet a koszovói katonaság megalakítása Szerbia szerint. Márko Gyurić elmondta, határozottan elutasítják a kezdeményezést. A szerb kormány Koszovó ügyi irodájának vezetője felkérte a déli tartomány intézményeinek szerb képviselőit, valamint a nemzeti közösségek tagjait, hogy semmiképp se támogassák a koszovói vezetés tervét. Činjenica je da je veliko albanski projekat danas glavna pretnja stabilnosti u regionu i stvaranje nekakve albanske paravojske na Kosovu i Metohiji bilo bi dolivanje ulje na vatru i teška i ozbiljna pretnja jedva uspostavljenom miru. Takozvane kosovske bezbednostne snage bi čak i da budu naoružane teškim naoružanjem mogle da budu pretnja jedino nenaoružanom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, što naravno država Srbija nikada neće dozvoliti. Alekszandar Vučić Hašim Tači koszovói államfővel folytatott telefonbeszélgetést kedden az üggyel kapcsolatban. A szerb kormányfő is élesen bírálta a koszovói hadsereg ötletét. A szerb miniszterelnök azt mondta, hogy egy esetleges koszovói hadsereg létrehozása megbontja a régió stabilitását, azonban elfogadta annak lehetőségét, hogy folytatódjon a párbeszéd a két fél között a béke megőrzése érdekében. Što se tiče mog razgovora sa Hašimom Tačijem, ti razgovori su uvek ne laki, ali pristojni, naše je da razgovaramo i da pokušamo da sačuvamo mir, a da li smo se saglasili oko nekog ključnog pitanja, nismo. Dakle, pre svega se nismo saglasili oko stvaranja vojske Kosova. Ja tu očekujem pomoć i podršku Evropske unije, Sjedinjenih američkih država, Ruske federacije, svih ostalih. Az amerikai vezetés állítólag hasonló állásponton van. Michael Carpenter, az Amerikai Egyesült Államok helyettes védelmi minisztere szintén telefonon közölte Koszovóval, hogy ők sem támogatják a katonaság megalakulását, írja a szerb sajtó.